Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Hódmezővásárhelyről, a Hód mezőgazda ZRT székházából, ahol első alkalommal rendeztek gazdásztalálkozót a mezőgazdasági drón használattal kapcsolatosan. Nem csúszva, de hát elnézést, ez most valóban így alakult. A Szegedi Gabona Kutató Intézetnek a szerzőpáros, a Gyobai Szabolcs Szalma elemér. Az előadást a szerző megállapodása szerint Gyobai Szabolcs tartja. Köszönöm szépen. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor általános iskolában farsangon voltunk, és mindenki kávolja meg tündérnek öltözött. Aztán így a végére még ugye hasonló dolgokról beszélni kicsit nehéz. Csak egy pár szót az együttműködési dolgokra, van itt egy pár dolgot felmondan, tehát a Nutritec Kft. A Magyarország legjobb DJI forgalmazója, a partnerünk, a Plantadron Kft. Az én vagyok, mint növényorvos, mint drónos növényorvos és agrármérnök, illetve a Gabona Kutató részéről pedig a kollégám Szalma Elemér, aki a drónos kutatási munkákat ővel szoktuk gyakorlatilag csinálni, de ő önmagától is szokta a cégét ezeket végezni. Egy pár szót azért a Gabona Kutatóról, hogy milyen fontos munkát végeznek és mennyi adat keletkezik. Lehet látni, hogy évente azért egy 100 000 mikro és kis parcella kezelése történik meg, illetve létrehozása. Ezeknek az elemzése, a mérése és egyáltalán az egésznek a feldolgozása az annyi vizsgálatot jelent, hogy nagyjából 1 milliónyi adat keletkezik egy-egy évben, és itt ez az adatsor, amit itt felvetítettem, ez gyakorlatilag egy 10 hektáros területre vetítve, tehát lehet látni, hogy ebből a rengeteg munkából ugye 80%-os szelekciós nyomással dolgoznak, tehát a végén alig 8-10 fajta bejelentés jön létre, ez egy nagyon-nagyon komoly munka. Ehhez pontosan szükség van arra, hogy valami támogassa a munkájukat, hiszen a humánerőforrás az mindenhol valószínűleg probléma. Adatgyűjtésről volt szó ma egész nap, én próbálok nagyon gyorsan haladni, tehát hogy mikor drón, mikor műhold. A bizonyos esetekben ugye elég a műhold, tehát amikor nagyon nagy területen szeretnénk valamit kijelölni, megnézni, akkor bőven elég a műhold, hiszen ott nem is szükségünk nekünk ilyen 2 és 4 cm-es pontosságú mérésekre. Gyakorlatilag az optimális kutatási terület kiválasztáshoz bőven elég egy műholdas tárérzékelő, illetve a talajfoltoknál, belvíz, aszályi foltoknál, vegetációs időn kívül a műholdon is nagyon szépen lehet látni a pozitív NDVI értékeket, illetve ami nagyon fontos még a műholdnál, hogy egyrészt évekre visszamenőleg visszakereshető, tehát egy idősoros elemzést is el lehet végezni, illetve az, hogy 13 csatornán rendelkezésre, amit jelenleg még azt gondolom, hogy a drónok azért nem igazán tudnak prezentálni. Ugye így néz ki az, hogyha csak egy egyszerű vegetációs, radiometrikus indexet nézünk. Ha ki akarunk választani egy területet, akkor azért műholdra azt gondolom, hogy viszonylag közelíteni tudunk, hogy hova szeretnénk. Ez tényleg csak azért van, hogy ennyi van itt a különböző indexekből, de hát ez még egyszer van, ez csak a vegetációs, és ez 21, és még ezen kívül van, tehát mai napon volt már erről szó, hogy se szed és se száma. És akkor eljutunk oda, hogy adatgyűjtés drónnal vagy műholddal. Lehet látni a két kép közötti különbséget, itt gyakorlatilag ez ugye a drónos felvétel, ez a műhold felvétel, ugyanaz a talajfold, egy kicsit azt lehet látni, hogy itt azért legalább a sorok is látszódnak, ahol már a növényi kultúra is benne van, itt pedig csak az látszik, hogy ott valamilyen talajfolt detektálható. Ugyanez megint csak egy másik képről, tehát azért egy kicsit azt gondolom, hogy a precízség szempontjából megint csak a drón az, ami ebben az esetben nekünk fontosabb, inkább pontosabb információt ad. De még egyszer mondom, a cél ugye mindig az dönti el, hogy mire szeretnék használni. És akkor egy nem olyan régi kép, ezt gyakorlatilag egy 2 hete, amikor volt egy nagyon szép napos idő, a legújabb Phantom Multispectrára gyorsan repültünk egyet, és a tenyészkertet ugye megnéztük,
néztük. Ennek a drónnak egyébként itt az összes előadást figyelembe egyetlen egy óriási előnye van, és én ezt szeretném kiemelni, hogy nem kell vele hazamenni feltétlenül és feldolgozni a adatokat, hiszen élő NDVI nézetben meg tudjuk nézni, de ezt majd a délutáni előadáson majd fogok róla beszélni, ha nem beszélnek róla esetleg. Amit még ki szeretnék emelni, hogy ezeknél a kisparcellás kísérleteknél nagyon fontos az, hogy a centiméteres pontosság ugye működjön, hiszen itt egyszer 5 méteres parcellákról van szó, és itt azért nem állt, hogyha képbe vagyunk azzal, hogy mit is látunk. Éppen ezért lehet látni, hogy a centiméter szintű pontosságot azt nagyjából mi úgy szoktuk tudni elérni, hogy olyan felbontású kamerával dolgozunk, aminek tudja, tehát a képessége megvan erre, és 100 méter magasságból 2,6 cm per pixellel tudunk felvételezni. Ugye, hogy hova kell a drón, és legyen akkor tényleg ez helyzetére, tehát a vegetációban mindenképpen érdemes a drónnal dolgozni, ezt is nagyon sokan elmondták épp az előző előadásban, ugye, hogy vetéshibákat nagyon jól lehet vele észlelni, eltérő kelési időket, ugye ami egy gabonakutatóban nagyon fontos dolog, hiszen pontosan ezeket is vizsgálják, több más dolog mellett is. Tehát ezért a emellé ugye az eltérő kelési idők mellett a talajfoltok által okozott fejlődési gyengeségeket, illetve hogyha a biotikus tényezőket nézzük, akkor esetleges kórokozó vagy károkozóknak a detektálása is lehetőleg minél korábbi detektálása, hogy tudjunk reagálni rá minél hamarabb. Amiről ma azt mondom, hogy nem volt szó, hogy a rezisztencia vizsgálatokat nagyon jól lehet támogatni drónnal, majd erre is visszatérünk mindjárt, mert van róla egy-két kép. Gyomosodás nagyon jó nyomon lehet követni egy állományban. Tehát ugye az, hogy területet érint a gyomosodás, ez például a kijutatás szempontjából sem mindegy, hiszen hogyha ezt mondjuk fel tudjuk térképezni, le tudjuk határolni, akkor a munkagépnek, ami reméljük a jogszabályi változások után már akár egy drón is lehet, akkor konkrétan ott fújja a gyomot, ahol kell, és nem az, hogy tapossuk az állománynak, locsoljuk a permetszert. És akkor kicsit a képek világában átlépve, tehát itt pont amit említettem, hogy az eltérő kelési időket nagyon jól lehet látni. Nagyon jól lehet látni azokat a talajfoltokat, amik hatással vannak a növényre. Mai napon többségében ugye a fordított NDVI képeket láttuk, illetve inkább ezek kaptak jobban hangsúlyt. Ebben az esetben itt teljes mértékben a pozitív NDVI-jal dolgoztunk, tehát ahol piros, ott jó, tehát annak a növénynek az NDVI értéke a magas, ahol pedig kék, ott pedig alacsony, vagy abszolút nincs. Tehát, és ugye a pirostól, ahogy haladunk a kék irányában, ezt így kell nézni. Azt mondom, népek is tovább. Amire ugye utaltam az előbb, a biotikus tényezők, rezisztencia, levélfoltosodás témakörben. Lehet látni, ott bekarikáztam, de azért a lézerre is mutatom, hogy itt egy nagyon alacsony NDVI értéket mutatott néhány parcella, és ezeken a parcellákon egyébként elvédő képen is látható volt, hogy bizony ott nagyon komolyan sérült a növénynek a vegetatív részei, és viszont, hogyha megnézzük, ott középen, ott az a csík, az a kis parcella, az viszont egy nagyon egész jó vegetációs index értéket mutat. Ebből látszik, hogy valószínűleg az a fajta ellenálló arra a gombás betegségre. És akkor itt van az RGB nézete, tehát ez már ugye így is látszik, hogy ott bizony a levélfoltosodás az helmintoskorium szektorja belecsapott az állományba, és nagyon kifehérítette, viszont az a parcella, az úgy látszik, hogy egy nagyon jó teljesítő parcella és jó teljesítő fajta. Ugyanakkor, hogyha jól megnézzük ezeket a képeket, és egy kicsit visszalépek, tehát a fajta ismétlődéseket is gyönyörűen lehet detektálni. Tehát ez mind-mind nagyon megkönnyíti a kutató munkáját, hiszen ezekből a felvételekből nagyon könnyen le lehet határolni azokat a területeket, amit tudjuk, hogy jól teljesítenek, és utána szeretnénk arra nemesíteni esetlegesen.
Gyomosodás mértéke szintén, ugye, hogyha megnézzük, akkor ezen az oldalon az erdőnél látszik, hogy itt a gyomosodás egyfajta ilyen világos színnel jelenik meg a gyom, de mivel a kultúra már fölé nőtt és már van egy gyom elnyomó képessége, ezért a NDVI képe látszik, hogy ott már az NDVI értéke a kultúrának magasabb, tehát azért a kéktől eltér, és ugye itt azt mutatjuk, hogy hiába van ott a gyom, azért valamilyen szinten ezzel a feldolgozási módszerrel mégis csak el lehet különíteni, noha az a kis elmosódott rész az úgy ugyanúgy ott van. A vegetációs indexek ugye megint csak ebben az esetben, itt ebben a konstellációban azt mutatják, hogy van egy tó a közelben, és ez már az RGB képen is látszik, hogy itt egy ilyen haragos zöld a tó közeli rész, illetve, hogyha az NDVI-t megnézzük mellette, akkor egy nagyon erős NDVI értéket mutat az a rész, ahol ugye a jobb vízellátottsággal van a talaj, tehát azok a parcellák mindenképpen jobban teljesítenek. Itt ennél az esetnél, vagy ennél a képnél gyakorlatilag azt a táblát próbáltam nagyba kinagyítani, tehát erről van a tó, erről pedig egy erdő határolja, és lehet látni, hogy a pozitív és a negatív hatás egyértelműen megjelenik. És mikor kell még adnunk, amiről nem volt nagyon szó, hogy ugye a betakarítás környékén éréskor az egy nagyon fontos információ számunkra, hogy hol tartunk. Akár, hogyha most a gabonán egy kicsit túllépünk, egy deszikálási időszakot nézünk, de hogyha a gabonánál maradunk, akkor pedig maga a betakarítási időnek a becslése, hogy már mikor kell nekünk menni. Tehát igazából ezeket a drónnal, a gabonakutatóval mind-mind meg tudjuk támogatni, és mindet, ezeket az információkat rendelkezésre bocsátva a döntéshozók ugye a megfelelő döntéseket tudják hozni. És egy kicsit akkor itt az előző előadásban már érintve volt, de nagyon jól le lehet határolni azt, hogyha valahol például gabonadőlés van, itt lehet látni, és hiába van a gabona megdőlve, mégis látszik, hogy a megtölt gabonának is van pozitív, tehát abszolút pozitív vegetációs indexe, pozitív NDVI értéke. Természetesen azok a foltok, ahol ott kilátszik a talaj, ugye az értelemszerűen ott is ugye kék, tehát ott nincsen NDVI érték. Ugyanez a kép, ilyen, ahogy szokták mondani, ez a digitális magassági modell, és ugye ennek az alkalmazásával lehet még egyértelműbben ezt a területet ugye megnézni, hogy mekkora ez a kár nekik, és hogy milyen dőlést okozott az adott állományban, mondjuk egy vihar. Amire még egy picit ki szeretnék térni, hogy vannak lehetőségek arra, hogy a kukoricának a számszerű becslésére szántóföldön, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hiszen hogyha jól megnézzük, akkor a pöttyök, amik ott vannak, egyértelműen a tenyésző csúcsokat mutatják, és ezek a kis tenyésző csúcsok gyakorlatilag annyira precízen be vannak jelölve, hogy igazából én nagyon szívesen lelők bárkivel, de hibát nem biztos, hogy találunk benne. Ez egy kukoricánál, mondjuk a tápanyag kiutatásnál, vagy a később majd a betakarításnál óriási információt jelent. Nem beszélve arról, hogy ha nem annyira megyünk bele az állományba, belezumolunk, hanem egy kicsit kívülről nézzük, akkor még a halványon is látszódnak a vetési hibák, vagy akár a fáncán kártétel. Tehát egy kicsit közelebbről, és ugye a szoftverek nagyon sok mindent tudnak, itt is tudja azt, hogy ugye lehatároljuk egy bizonyos szegmensét, azt mondjuk, hogy erre a kvadrásra vagyunk kíváncsiak, átlagolja fel, és akkor itt gyorsan végez egy számolást, hogy ezt a területet, ami 0,16-ra lett kimérve, azt mondja, hogy van benne 5139 növény, és ezt, hogyha hektárra felvetítjük, akkor egy 32537-es tőállományon számolható. Nem véletlenül készült egyébként ez a felmérés, mert itt valóban egy ilyen környezeti, illetve egy viharkár, meg mindenféle környezeti tényező által okozott stresszhatás érte az egész területet. Ugye, amit mondtam, tehát a fácán mégis stresszfaktorok, de ezeket már most így átugrom, ezek inkább csak ilyen kis érdekességek, hogy a borsó esetében, hogyha esetleg egy repedésbe sikerült vetni és a talaj kiszáradt, akkor ott nem is nagyon fog ez már bezáródni. Ugye a múzagyomosodás,
és szintén stresszfaktorok, tehát itt, amikor a tavalyi évet, hogyha nézzük, hogy még ugye vegetációnak a bőven a közepében ott volt még a kis kukorica múlt, tehát ezeknek a detektálására mind-mind alkalmasak a drónok. Remélem gyors volt, ami kicsit nagyon találós volt, úgyhogy köszönöm a figyelmet. Előadás után látom, nagyon szívesen megbeszélni. Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek mai műsora elnyerte tetszésüket. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!